Sziasztok! Na, hát nem tudtam egy hét után jelentkezni. Óriási esőzések voltak itt, még mindig iszabban tapicskolok. Napokig tartó esőzések, nem haladtam nagyon semmivel, illetve is. Na majd mindjárt. Kezdjük az elejétől. Banán. Banán az növeget itt, csak pont szemben nap van, úgyhogy átjövök el erre az oldalra. Hát szépen hízogat. Ja. De még mindig olyan dudorok vannak rajta, tehát 2 hónapos most már, és még kell bizonyára több mint 1 hónap, lehet, hogy 2. A legnagyobb banánfám, ami valahol ott van, az továbbra is levelet hoz. Pedig már lassan fogadni mertem volna, hogy a virágbimbót hozza, de nem, inkább levelet. Na, kert. Szóval, az a helyzet, hogy van itt egy német srác, aki a vendéglőben dolgozik, régebben néha segített a kertben, és már ígérgette egy ideje, hogy helyre rázza itt ezt az ananászos földsáncot, és tényleg jött és megcsinálta. Neki esett mind az állat a macsettával, hogy felszabadította itt ezt az én védelmemet a gyomoktól, és ültetett egy csomó ananászt is, amelyek még ott voltak a fű között, mert volt jó néhány, ami csak egyszerűen elmaradt, el lett nyomva, a gyom elnyomta, azokat felszabadította, lesz ananászunk. Egy kicsit még sárgásak, habár ez a fajta is egy kicsit olyan sárgás-zöldes levelű, de nem ennyire, de majd kapnak tápot, már kaptak valami iszapot, majd szépen helyre jönnek. Szóval, úgyhogy ő segített, a kertet elég jól kitisztítottuk. Már csak egy helyen van ottan, egy csomóban gyom, úgyhogy azzal haladtunk. A gyomlálással le vagyok maradva egy kicsit, úgyhogy majd láttok szép kis gyomos helyeket. Hát mit mondjak, különben ez a videó egy kicsit olyan panaszosabb lesz az eddigiekhez képest, amelyek optimistábbak voltak. Hát ugyanis az a helyzet, hogy szóval itt van ez a domb, ugye ez a védelmem, itt a kert. Én attól védem meg, hogy ne jöjjön be a tengervíz, illetve a folyóvíz, amit bal oldalt van. Itt egy csatorna, és mivel még nem messze vagyunk a tengertől, így ha a dagály van, akkor itt följön a víz. Na most előfordulnak olyan helyzetek, mint a múlt héten, hogy éppen nagyon magas vízállások vannak, tehát itt fönt van nagyon a víz bal oldalt, de közben meg hihetetlenül heves záporok is vannak, tehát esik az eső, mint a bolond. Nem tudom kiereszteni ugye az esővizet a kertből, akkor sem, ha már lassan nem sokára térdig ér, mert itten fönn van a víz a folyó miatt. Tehát rókafogta csuka helyzet. Nem tudom kiereszteni, itt meg kell várnom, hogy megjöjjön az apály, eltűnjön innen a bal oldalt itt a víz, mint ahogy most például apály van, és nincs benne víz, és akkor le tudom ereszteni az esővizet. Na szóval a saláták például víz alatt voltak gyakorlatilag, a víz majdnem elérte a paradicsomoknak a tövét, úgyhogy hát itt ilyen kis tó volt a kertem helyén. Nem voltam túl vidám, de hát nem tudtam mit csinálni, ez van. Ez az egyik ilyen csapás itten, amit nem tudok kivédeni. De ahhoz képest jó van, jó jöttünk ki belőle. Na nézzük sorba. Hát kezdjük a babbal. Rendben van a bab. Nézzétek, kezd olyan falat nevelni, ahogy én elképzeltem, hogy egy babfal lesz, ami mindkét oldalt tele lesz ilyen szép hosszú méteres babokkal. Van is virág, is jön rajta sok. Ez a hiánybetegség kezd eltűnni. Hát az öreg levelekből, amelyek már egyszer betegek voltak, oda nem épül nagyon vissza ez a mangán dolog, de láthatóan már nincs probléma vele az új hajtásokban. Tehát rendben vagyunk. A bab szép, rendben van. A magas vízállást is jól kibírta. Nem lankad, nem venném észre, hogy a gyökere sérült volna. Itt van a kolbásztök. Kolbásztököt a szüretelgetem folyamatosan. Még mindig vannak, egész nagy termések is vannak, amelyek
lerohadnak. Valamilyen tápanyagból itt is hiány van, föltételezem ugyanaz, mint a babnál. Ugyanazt a itt van egy például, itt már látszik is. Hát tanál ugyanaz, persze. Jó, hát ugyanazt a diétát kapja, mint a bab. És én úgy vettem észre, hogy nem hoz annyi termést, amennyit kellene, de amennyit hoz, az nekünk elég lesz, tehát nagy panasz nincsen. Most éppen leszedtem őket, talán még bent vannak, akkor lefényképezem. Ha sikerült lefényképeznem, akkor most itt a kép. Bum. Na. Amúgy itt vannak a kicsik, de hát nem tudom ugye, hogy majd lerohadnak-e vagy nem, vagy mennyit hoznak. Oké, mondjuk azt, hogy elég. Nekünk rendben van. És a javulást, amit a babnál láttam, az a javulás bizonyára majd itt is jelentkezni fog. Tehát előbb-utóbb helyreáll ez a tápanyag hiány. És nem fognak elrohadni a terméseim, hanem szépen kinevel még többet. És akkor lesz annyi, hogy nem tudunk vele mit kezdeni, és akkor hozom vissza a komposztra, ahol szépen elrohad, és újra esetleg a tök alá kerül, ami már tiszta kannibalizmus. De hát ez van. Jó. Mondtam, hogy ez ilyen panaszos videó lesz, de most így jó kezdődött a babbal, és a tökkel elégedett vagyok. Na de akkor kezdjük a panaszt. A paprika. A normál paprika. A fenében már úgy nézett ki, hogy kezdik magukat jól érezni, és aztán jött ez a mocskosú magos víz, és attól így kicsit kisárgultak, így lelassultak, gyöngélkednek, ugyanakkorák, mint voltak. Tehát nem jó. Valójában ez nem jó. A nagyobbak, hát a nagyobbak, mintha kezdenének már is észhez térni, az jó. Az kifejezetten jó. De a kisebbek azok nem. Nem szereti a... Ez iszabbal legyen ilyen kis paprika növény, ez katasztrófa. A rukkola az úgy, ahogy itten túlélte, majd a másik rukkolát megmutatom, az nem élte nagyon túl. Illetve sokkal kevésbé élte túl. Itt is állt a víz, hát ugye megrohadt a gyökere, oxigén nélkül maradt, bim-bum. De jó, mondjuk itten lehet, hogy akár egy se pusztult el, mert mindegyiknek a szíve még zöld, tehát ki fog hajtani, oké. Csuda-csuda, a csokoládé abanérók, azok kibírták, bezzeg. Ők rendben vannak. Még az izé is. A különben kicsit olyan érzékenyebb, mi is ez, a cayenne bors. De lehet, hogy nem érzékeny, csak nekem nincs vele szerencsém. Aha, viszont a feferonin azon látszik. Az azért úgy meg van lankadva, egyértelműen a gyökere megszívta. Bizonyára egy csomó kis zsenge friss hajszálgyökér elrohadt a picsába. Ez történik ilyenkor sok növénynél, hogy jön a nagy víz, állott az a rengeteg víz, és úgy tűnik, mintha a növényeknek semmi bajuk nem lenne. Aztán jön a nap, kisüt a nap, és bum, mindegyik elkezd lankadni. Mert bizony a föld alatt megtörtént a baj. Az óriás ananászok, ők is jobban kedvelik a száraz trópusokat különben, úgyhogy nem annyira vidámak, amikor rész nélkül esik az eső. Azért is vannak itt fölültetve erre a gátra. Keresem ezt a szót különben már a videó eleje óta, védelem, meg földdomb, gát. Na, szóval a gát tetején vannak ugye az ananászok, hogy ne legyen iszapos alattuk a talaj, mert azt nem szeretik. Hát ők itten gáttalanok, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz. Hajrá! A paradicsomom. Na most, a paradicsommal az a helyzet, hogy itt fölül, ahol már régóta nagyon jó a talajom, ahol rengeteg humuszt bedolgoztam, ahogy már mondtam, szinte kezd virágföld minőségű lenni a föld. Ott csoda szép. Komolyan szép. Majd a végén, ha kilókat mérem, akkor mondom meg, hogy mennyire vagyok elégedett. De úgy első ránézésre gyakorlatilag tömve vagyok paradicsommal. Okés. Ja. Bum, 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 paradicsomok minden irányba.
legalább itt is. Továbbra sincs betegségük, továbbra is jól érzik magukat, habár látom rajtuk, hogy most már azért kifulladtak. Például ha engedném is, hogy hozzanak új virágügyeket, azokon a kis bogyókat már ledobálják. Nem bírja tovább, kész. Na, itt a vége. Ez viszont csúnya. Itt annyira csúnya, hogy vannak, amelyek ki is rohadtak. Ugyanis a nagy iszabba egy gomba megtámadta ott alul a szárát, amely gomba egy ilyen természetes, mindenhol jelenlévő gomba. Ha összehordja az ember a szénát egy rakásra, akkor ha elég nedves, meg már elég száraz is volt, akkor itt csak befehéredik az egész, mert ez a gomba ott van mindenhol. És száraz, normál körülmények között nem árt a növénynek, de ilyen időben. Ráadásul nagyon kell vigyázni, hogy a mulcs ne érjen hozzá a növény szárához, mert ha hozzáér és esős idő van, akkor tuti garant biztos kiviszi ez a gomba, mint hogy kivitte ezt a kis növénykét itt. Itt néhány tő szedi össze magát, szép. Ez van, ide majd komolyabb adag mulcsot nyomatok. Komolyabban javítgatom a talajt, mert ha elég levegős lesz és már eléggé humuszos, akkor el fog tűnni ez a probléma. Ugyanez a helyzet a második sor végén, ahol a kicsike növénykék alig akarnak nőni. Gyakorlatilag be vannak oda sülve, ott várnak, szenvednek, mert iszap van alattuk. Szóval, hogy haladunk erre fölfelé, eleve már ugye idősebb növények voltak, azok jobban átheverik ezt, ráadásul gyorsabban elpárologtatják maguk alul a vizet, azok mindjárt ennyire szebbek. Szerintem majd a következő sorban is már látom, hogy ugyanez lesz a helyzet. Az elején szép, aztán haladunk a vége felé, amely mélyebb pontja a kertnek, tehát iszaposabb, ott csúnyul a helyzet. Ezek is nagyon szépek, mert ugyanúgy semmi bajuk. Gyönyörűek. Jep, fordulunk egy szédülés. Jó. És ahogy mondtam, itt a harmadik sorban a paradicsom az ugyanúgy nagyon szépek a palánták. Ilyen egészségesek és lendületesek. Mert jó fajta itt a föld, magasabban vagyunk, gyorsabban elfolyik a víz. Jobban jól érzi magát. Na hát jönnek az új palánták, úgyhogy a harmadik sor a jövő héten beleszültetve, és majd a negyedik sor is el lesz kezdve. És akkor megállítom. Jó, tehát harmadik sor paradicsom megvolt, tovább paprika itt is. Ugyanaz van, hogy a kicsit nagyobb palánták, azok megfogták, minél kisebbek, annál rosszabb a helyzet. Ez is látszik, hogy lankadóknak a levelei. Nem. Sokkal több múcsot kell még hordjak nekik. Szóval a paprikák az egyik, amelyek így rosszul jártak most az elmúlt napokban. Salátám. Igen, a salátán is, hát persze, víz alatt voltak, tehát normális, hogy ők ezt megsínlették. Csoda, hogy egyáltalán életben maradtak. A másik meg, hogy éppen hiányom van tyúktrágyából, és én azzal oldom meg a nitrogén utánpótlást a kertben. Problémás. Kicsike ez az ország, kevés a tyúktenyésztő, sok a kertész. Na mindegy, majd meglátjuk. Agyalnom kell alternatívákon. Az egyik az a halpiaci maradványok lekomposztálása, meg nitrogénkötő növényeknek a ültetése, stb. Na mindegy, van mi agyalnom. Nitrogén. Itt vannak a kis padlizsánok, amelyek ugyancsak nem moccantak sokat. Mert, ugye mondanom, hogy kell, iszabban álltak. Tipikus az a levelén az egész barnulás, lukacsosodás, az mind azért van, mert alatta rossz a talaj. Itt van, mindegyik palántán látszik itt a levelé, hogy szenved. Egy elméletileg talán kicsit
szárazabb idők kellene márciusban jöjjenek. Ha ez igaz, akkor minden jobbra fordul. Az okra. Az okra az itten el van. El van egy kisebb közöttük. De amúgy szépen jó. Szerintem virágzik is nem sokára. Ott is ott van egy bimbó. Na, néhány hangyával. Ugye ez is egy hibiszkusz féle, mint a májva például. Mondhatnám, hogy májva féle? Nem biztos. És hát szép. Szerintem ott van egy poloska. Na szóval poloskákkal találkozok mostanában, az nem jó jel. Nem tudom befókuszálni, ilyen halvány marad. Ott meg már egy picike okra termésnél ilyen szögletes. Jó, poloskák ellen töményebb, szappanos lével fogok védekezni. Itt az első kiültetésű salátám, amelyik össze-vissza nőtt. Hát, már szedtem föl belőle. Ilyen kisebb fejek lettek. Jó, a körülményeket figyelembe véve, a trágya hiány, az árvíz, stb. Azért lett valami salátánk. Legközelebb szebb lesz. És itt van a rukkola, amelyik kifeküdt az árvíztől. Így néznek ki. Hát ugye, nem így néztek ki. Most így néznek ki. De itt is úgy tűnik sok, hogy úgy középről ki fog hajtani. Hát majd meglátjuk. Majd dövetek valahova. Aha, itt kezdem a negyedik sort elkészíteni. A paradicsomhoz. Lehet, hogy már a jövő héten itt jönnek az első kis palánták bele. Majd kiderül. Újra paprika. Ugyanazt tudom mondani, itt egy szép nagy, ugye, ez rendben van. Láthatóan jól viselte a dolgokat. Ez is itt egy kisebb volt, az már gyöngébb, de itt van, ezen már látszik, hogy sárgul, lukad a levele. Hát igen. Szóval paprikát át kell gondolnom, hogy hogyan. Valószínűleg megpróbálom oltani, úgynevezett vegetariánus paprikákba, majd kiderül. Ja, megpróbálok néhányat. Lássuk, mi a különbség. Saláta, harmadik vetés. Hát el van. Ugyanaz, mint a többinél. Hasonló a helyzet. Egyrészt kellene már nagyon kellene rá trágya. Másrészt nem kellene rá ennyi víz. Az előzőn talán majd tudunk segíteni. Ez utóbbi nem sokat. A marakuja, sikerült bemulcsoznom végig. Ez a szerszám itt, ezzel lehet lyukakat ásni a földbe, hogy a karót lerakjam. Nagyon praktikus. Na, szóval szépen nő a marakuja. Egészségesek, jól néznek ki. Ők rendben vannak. Úgyhogy most hirtelen a panaszzónából újra kiléptünk, megint elégedettek vagyunk. Mert nő a marakuja. Marad az elégedettség, ugyanis itt a banán, ami végre mintha valamit ott növögetne, ezek a múltkor raktam ki palántákat, folyamatosan hozom ki az új palántákat, jobbaknál jobbakat, különben, mert az első palánták azok nagyon rosszak voltak, a másodikak hát olyanok, amiket most hozok, ezek már rendes, gyökeres, normális palánták. Hát ezeknek meg kell tudniuk. Itt ezt is láttam, hogy elkezdett ott hajtani egy, ez már biztos jó lesz. És itt van egy másik, ezt megrágta valami, érdekes mód. Ilyet még nem láttam, hogy a banánt valami rágcs... Opa! Na, közben a kamerára nem figyelek. Na, mindig itt is elkezdett nőni egy kis banán, de hát most éppen megrágta valami. Reméljük, hogy rendben lesz. Na, mindig biztos lesz banán. Az is diétát kap, nem szabad semmiféle lúgos, meszes, fahamú hasonló anyagokat kapjon. És itten fokozódik az elégedettségünk, ugyanis a papaja az nagyon szépen fekszik. Mondtam, ugye ez egy nagyon-nagyon gyorsan növő növény,
tudom, ha valaki látta az előző videót, akkor láthatta, hogy láthatja, hogy mekkorát nőtt az idő alatt. Szép nagy, kezdenek kidőlni. Erre van hajlama különbe a papajának, hogy kidőlnek, úgyhogy karóznom kell majd. Ez is ugyanúgy kidőtt, karózni kell. Á, és itt egy szerencsétlen, ez a legmélyebb pontja a sornak, itt a legsárosabb a talaj, ki is sárgult mindjárt egy, és pont a legkisebb volt itt, szegény. Reméljük észreztér, ha nem, akkor ültetek oda egy másikat. Többiek is jó vannak. Ja. Ja. Papaja az biztos lesz. Ugyan itt is látszódik ugyanaz a klasszikus hiány, amit én arra vezetek vissza, hogy valamikor ezek a sorok, ez is paradicsom sor volt, és nagyon sokat meszeztem. Na, a következő sorban fokozódik az elégedettségem, ugyanis a rozella szép. Elkezdtem mulcsozni, friss mulcsot, mert gyomosodik, és nem volt időm kigyomlálni, illetve hát nem ezzel foglalkoztam. Ennek ellenére, hát ez a gyom ugye most itt semmi nem árt neki, majd úgyis elfolytja a mulcs, ha rákerül, akkor úgyis meg bedöglik alatta. De tessék, nézzétek mekkorák! Aranyos kis bokrok lettek. És innentől már nem áll meg. Volt itt egy valahol, amelyik... Á, ez itt. Ez egy majdnem kinyílt az egyik virágja. Majdnem hozott egy virágot. De aztán végül csak ledobta a bimbót. Ott hozza az újabb bimbókat. Tehát fölösleges még. A többieken minden rendben van, hozzák a bimbót, az szépen megsárgul és lepottyan. És emlékszem, még 2 évvel ezelőtt, amikor neveltem, ugyanez volt. És majd, hogyha úgy jó melkasig érnek, akkor kezdenek el virágozni. De ahogy mondtam, ez odahaza máshogy működik. Ugye, amikor majd a nappalok 13 óra hosszánál rövidebbek lesznek, akkor kezdi a virágzást. Szóval odahaza, akik nevelik, azoknál ilyen korban, ebben a magasságban még nem lesz semmiféle virágbimbó. Na most melyik is volt az, amelyiket mindig nézni szoktam? Nem itt tett a végén, csak így megmutatom, hogy itt is ugyanolyan szép nagy, mindenhol rendben van. Itt is próbál már valami virágot hozni. Majd meglátjuk. Na ez volt az, amelyiket mindig úgy megmutatom, hogy... Na. Azt se tudom, most hanyadika van, körülbelül egy 10-12 napja volt az utolsó videó, és hát ahhoz képest ekkorát nőtt. Jó. Hát van rajtuk olyan hiánybetegség, ugyanaz, mint mindenhol, ugye. De nem nagyon. Bőven eleget fog terenni. Annyi, amennyi nekünk kell. Ha több lenne, akkor tudom, hogy gáz lenne a szedésével. Már így is próbálom itt magyarázni az embereknek, hogy nagyon szívesen nevelek én rozellát, semmi gond. Csak ahogy például a megyszedés sem a kedvencem, így a rozellát is nyugodtan jöhetnek és csipkedhetik lefelé, majd ha lesz. És a következő sor, a maniókák. Maniókával nem nagyon haladtam. Most nem emlékszem, hogy az utolsó videó óta van-e 2-vel több, vagy ugyanannyi van. Mindegy, nem nagyon haladtam. Na most a maniókán valami megjelent, ami meg szokott rajta jelenni. Az egyik jelenség, az egy ilyen gubacsdarásnak a műve. Nagyon szép különben, ugye? Szinte már majdnem pszichedelikus. Ilyen kis rózsaszín lila bogyók nőnek a kenderszerű levélen. Nem nagy baj, tényleg nem nagy baj, mert látjátok, egy levélre ezt, tehát a petéit lerakta, a petéikbe lefúrják magukat a levélbe, és ott nem akármit csinálnak, halál komolyan, szószoros értelmébe véve génmódosítást végeznek a növényen. A genetikáját, DNS-ét úgy változtatják meg, hogy a növény elkezd ilyen kis
dudorokat nevelni, olyan dudorokat, amely megfelel ennek a gubacsdarázsnak, a lárváinak a fejlődéséhez. Fantasztikus, nem? Na szóval ez nem baj. Viszont amit itt látok, azt egyelőre nem tudom mi. Fúj a szél így, meg aztán nem is látom semmit. Lefogom a levelet. Szóval ilyen kis pöttyösödések. Én egy ideig vírusra gyanakodtam, de most már nem vagyok benne biztos, hogy tényleg mi lehet. Majd megpróbálom szappanos vízzel lefújni, megpróbálom bordói lével is lefújni, ha bár lepörög a leveleiről, és a bordói lébe tapadószert nem tudok rakni. Egy próbát megér. Azért olyan csöppek rajta maradnak. Más nem tudok tenni. Kaphat egy adag extra tápanyagot. Itt is szépen nő ez a kis bokrocska. Tehát van három bokrom, az egy, ez a kettő. Na, meg itt van a harmadik, a legnagyobb. A többiek még picikék. És utoljára, amit ültettem, kettőt, ez még nem az utoljára, ez gyönyörűen hajt. Hanem itt vannak, ezeket raktam le utoljára kettőt, de már azokon is látszik a kis hajtás. Hát ezen még alig, de ott van. Ott van. Egy kicsit öreg ág volt, vagy már félig halott ág. Mindegy, most már nem veszem ki, ha egyszer elkezdett nőni, nőjön. Ennyi. Végig értem, háttérbe látható a német, ahogy macsettázza a gyomot. Segít, jó sokat segít mostanában, én fizetni nem tudok ugyan neki, de hát ehet, amit akar a kertembe, még lesz ananász, azt is mindenki eszi. Úgyhogy végül is a közösbe segít egy részt bele. Jó, hát... Nagyjából ennyi voltam. Mászok még ide. Hoppá, szóval itt van most már full komplett, látható a kert. Kivéve még ott egy helyen egy kevés gyom van, de hát azt már itt a héten eltüntetjük. Ahhoz képest, hogy ez itt egy hát ugye mellkasigérő dzsungelszerűség volt, még egy 2-3 hónapja, most már egy kert. Mindig az a gyanúm, hogy már régen fél óra fölött vagyunk. Ó, itt van egy szép kis... Ott is vannak azért rajta termések. Na, szóval, hogy már rég fél óra fölött vagyunk, de valójában gőzöm sincs. Hát igen, az édes burgonya, ezzel se jutottam ugye sehova. Abban a rettent esőzésben nem akartam az iszapban nyomkodni. Jó nagyra nőttek, ami nem gond, mert a szárát föl lehet darabolni. Tehát ha hoz egy méteres szárat, abból lehet csinálni 4-5-6-7 palántát is. Úgyhogy nagy baj nincsen. Itt jönnek az új paradicsomok. Nem szoktam nagyra engedni őket, de úgy legalább 2-3 centis levelet hozzon, és akkor és az a jövő hétre úgy meg lesz, hogy akkor mehet. A régmúlt emlékei. Ezek voltak a vad. Hát ilyen patlizsán családjába tartozik féle vad növény, amire oltottuk a paradicsomot egy időbe. Most már a saját gyökerén van. Úgy is jó. Hoppá! Benézek csak ide, mert mintha itt valami. Hát ha valamit sikerült, de nem. Nem, jó van. Azt hittem, hogy kálcium hiányt látok egy bogyón. Azon mindig izgulok egy kicsit, mert ugye ez az egyik, ami így a trópusokon a gond, hogy kálciumban szegény a talaj, és úgynevezett paradicsom talprothadás, amikor a gyümölcsnek az alja feketén elkezd kirohadni, és az nekem volt elég sok és sokszor, de hála az agyatlan meszezésemnek végül is megszűnt, mert csak itt paranoiázok néha. Jó van, ennyi volt, nincs mit mondanom többet. Különben is már hótunalmas. Á, tudjátok mit? Így a végére nézegessétek a petúniáimat. Mert ugye, ahogy például a paradicsomot kiemeltem, mint valami speciális eset,
rengeteget foglalkoztam vele, évek alatt több generáció megdöglött, mire ideértem, hogy szép paradicsomom legyen. Ugyanezt csinálom most petúniával, egy dísznövénnyel, ami nem ehető, vagy nem tudom, virágja lehet, hogy ehető. Mindegy, szép, illatos. De itt az egyenlítőn petúniázni elég nehéz. Szóval már két generáción kirohadt, most vagyok a harmadiknál, mindenféléket kiagyalok, hogy milyen talajt kell bekeverjek nekik. Jelenleg kókuszrosta dúsított talajokkal kísérletezek, és hát remélem majd egyszer lesz bőle valami, mert jó drágán tudnám eladni a virágzó petúniákat. Úgyhogy tessék, egy kis zene, és gyönyörű szép petúniák. Sziasztok!